bajban vagyok, mert egy olvasztal a külkét alapján gyermekkorai konferencia. Tibor, légy szíves, a mikrofont használd meg. Ja. Köszönöm. Egyetem. Tehát, mint mondtam, hogy egy elhetető konferencia, egy kis összejövetel, de én semmilyen ilyen működő, egy félig működő ketyerét nem hoztam. És azt is tudom, hogy nagyon sokan közülünk is kutatók nagyon szeretnék, hogyha már a fészerben, de legalábbis a kazánházban valami olyan dolog súrognak működne, ami már legalább megoldaná a villanyszámlát, most arról nem is beszélve, hogyha az autónk is vízzel mehetne. Ez titkon mindenkinek a vágya. De ennek ellenére el kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 12 évben Magyarországot keresztbe kasul bejárva több száz órás videóanyagot készítettem Magyarország esetekről, amit az elmúlt években több alkalommal be is mutattam önöknek. És a mai alkalommal próbáltam egy olyan dolgot kiválogatni, hogy azt mondjuk, hogy jó, vannak UFO-k, de azért ne azt nézzük el sorba, hanem olyan magyarul, ahol az energia játsza valamilyen szinten a főszereplet, de nem az a típusú energia, amiről beszéltünk, hogy súrog meg kattog. Viszont legalább annyira fontos, és úgy gondolom, a mai kutatókat legalább annyira kell, hogy motiválja a UFO-k által használt energia, és minden misztikum, ami köréjük tekeredik, mint Nikola Tesla munkássága. De mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném megkérdezni, mivel tegnap este az Eltria Klub Fókusz műsorában volt egy érdekes fényjelenséget bemutattak, egész jól fölfújták, hogy önök közül látta-e valaki ezeket a jelenségeket, nem? Hányan látták az esti Eltria Klubot? Már csak azért köszönöm szépen, mert én azt még az estet rögtön meg is vágtam, egy kicsit kinagyítva, mert igazából én nagyon szkeptikus UFO-kutató vagyok, és igazából azt sem szeretem, hogyha a repülőgépet műholdnak mondják el, stb. Mert úgy konferálták fel, hogy izzó, láncsó van, meg hű, meg hú, és mivel rengeteget videózok, filmet készítek, fotózok, például imádom a naplementéket, én amikor ránéztem, azonnal láttam, hogy ez nem lehet más, mint a naplementében, nyugodt égbolton, ez egyenletes sebességgel haladó repülőgép. Ami a felhő szint alatt halad, mert látszik, hogy ennyi a fájtó felhő van az egész, azért, hogy megsütni szépen színes az égboltot, eleve 10 000 alapban. A képekből kiderült, bár össze-vissza vágták be, a kis kamerán volt számoló, és mutatta azt, hogy tulajdonképpen másfél percet mutattak be ők ebből a kis haladó, nagyon távoló bérkőből, ami rövid, látszólag lángoló fénycsóvát húzott maga után, ami egészen más valóságban. Tehát másfél percet láttunk belőle, de az úriember már szinte szemből kezdte el fölvenni, és nem ment ki teljesen a képből, tehát minimum 3 percig lehetett látni egyenletes sebességgel a felhőszint alatt vonuló objektumot, aminek még a foltja is gyönyörűen látszott, csak fekete pontként volt érzékelhető, kb. 10 000 méter távolságban lehetett, mivel a nap már mögülre világította meg. Maga a tárgy fekete volt, viszont a rövid fénycsóváját, ami azért, mert a szög olyan, azért rövid a fénycsóva, izzó fénycsóvaként lehet látni, tehát a tárgy véleménye szerint abszolút nem izzott, előtte látható a kis fekete járom, ami szerintem egy repülőgép, és amíg azt is hozzáteszem, hogy a kékestetőből nyugat irányban nézve, szerintem a Ferényi légifolyosra a járata is nyugodtan beleférnek ebbe a kategóriába, akkor most kéne vetteni a legelső közepet. Amint most összevágtam azt, hogy az RTL Klubban lehet csak a képeket, nem a szöveget, meg a van azt, itt lehet látni egy iszonyatosan rossz kézikamera felvételt, ami a fókuszás állandóan változik. Egy pillanat valami éles. Például itt lehet látni a fekete pontok előtte. Ha jól megérzi. Utána már megint elkezdte fókuszálni a kamerát, a szerencsére kamera automatára állítva, és nem tudja mire élesítsen. Így nem szabad. MF, benyomom és akkor ott beélesítek. Ráadásul a képeket össze-vissza vágták, hol a közelét, hol a távolít, az összes homályos kép tényleg egy ilyen plazmaszerű, izzó, fénycsovának látszó valami, tényleg olyan, mint visszatérő valami objektum. De ez nem a valós kép. Volt meg egy pillanat a valós kép, ott-ott. Megnézzük még egyszer. Mikor van valós kép? Szinte csak 15 másodpercig van. Hopp, kinagyítva, leállítva, tessék megnézni. Gyönyörűen látszik, amikor rá tudsz fókuszálni, abban a pillanatban éles kép, ott a fekete objektum előtte, ami a repülőgép esetében háttérmegvilágítás, vagy fekete pont is nem nagyobb ennél a 10 km távolságban. Azt, hogyha én elkezdek fókuszálni, ez egy távolabbi kép, na de ezzel lehet látni, hogy egyenletes sebességgel ment végig, itt a végén, mielőtt a pokor előtt fa elé bemegy, gyönyörűen látszik az éles képen a fekete pont, tehát a tárgy egyáltalán nem izzott.
az, hogy mennyire vastag a kondenssír, az attól is függ, a duplát 20 oldalról nézve még vastagabbnak látszik, ugye? Ha meg jól megvilágítom, meg elkezdett plazma fókuszálni, abban a pillanatban csodálatos ilyen plazmakat mennyiséget látni, mint ahogy most is. Tehát itt tényleg annyira becsapó, és a másfél percből körülbelül 3 másodperc darabonként az, ami éles, a többi 12 pedig borzalmas. Tehát ettől a pillanatok, ez a tényleg úgy tűnik, hogy úristen, mit lehet itt látni most a végén. És mint mondtam, 15 másodperc volt eleve, ami a képen látható volt, és csak a fél horizontot ment körözve a kis jelenség. Tehát magyarul 3 percig lehetett látni a horizonton ígéretes sebességgel ezt a repülőobjektumot. Na most tudni kell azt, hogy ezért körülbelül átlagosan mondjuk 1000 km-es sebességgel lehetnek. Azt mondta az egyik szakember név nélkül, hogy szerinte egy visszatérő műholdnak az égésére, annak alkatrészen égésére lehet szó. Na most tudni kell azt, hogy a visszatérő műhold, éppen most konzultáltam telefonhorvás adásra, hogy jót mondjak, 20-24 ezer kilométeres sebességgel jön vissza. Tehát 20-szor annyi minimum, mint a repülőgép. Na most, hogyha ezt 3 percig látunk, lehetett-e ez ilyen sebességgel haladó műhold? Azt mondom, hogy tisztázunk, de ebből a képekből, amit össze-vissza bemutogattak, hol közel, hol távolról, mozgott az egész kamera, gyönyörűen lehet látni a táj, nem ízik, mögötte van egy fénycsóha. Na itt a két kép. Ez a két felvétel fél másodperc egymás után készült az ő képükön. Kikockázva, kimenyítva, egyszer bezumolt, egyszer kizumolt, egyik egy fantasztikus fényjelenség, a másikon lehet látni a pici kis objektumot is, ami egyáltalán nem izzadt. Aki egyébként rendszeresen vizsgálja a naplementét, forgat, vagy felveszi, fotózza, mindig ilyeneket lát. A naplementében, a horizonton mindig rövid fénycsóva van. A különbség az, hogy vagy vízszintesen látom, sokszor ilyen függőleges rövid izzó fénycsóva van, amikor a folyosó alatt állok gyakorlatilag, akkor csak ilyen kis szögben látom, és a nap is így világítja meg, ezért mindig rövid. Itt ugyanaz a helyzet. A nap olyan szögben van már, csak egy egész picit világítja meg. Ennyi, semmi misztikus. Nem is UFO, szerintem nem is mi volt, de igazából ez csak egy vélemény. Önökre bízom a megoldást. Jó? Léphetünk is. Mint mondtam, rengeteg olyan jelenséggel találkoztam az elmúlt 10-12 év alatt, amelyek megérnének egy misét szó szerint. Szóval olyan energiákról számolnak be egy hiteles beszámolóba szemfalunk. Szóval utca is alkalmazhatom, az ember lepadlózi, szóval dob egy hátas, stb. Eszméletlen. Elhoztam egy anyagot, az újságban már olvashatták. Itt utoljára ítéltem akkor, még ezt nem is forgatottam. Akkor még ezt nem is láthatták, mert nem volt készen, azt hiszem 3 év volt, amit utoljára. Lepillották meg? 2001-ben. Ne menjünk még vele. És azért hoztam pont el, mert aki kicsit foglalkozik energiával, azt mondom, ez egy állatorvosiló. Ezek az emberek annyi mindenről beszélnek, annyi érdekes más típusú energia, hogy állítom, ha bármelyiket önök közül megfejti, az fölér egy antigravitációs hajtóművel. Ha azt megfejti, az hogyan működik és elő tudja állítani, magyarul tudja reprodukálni, ezáltal hasznosítani és félelmetes. Ilyen lehet például azok a fénycsóvák, amik bevágódnak a lakásokba a plafonon keresztül, azok a fénycsóvák, amelyek így elhajlanak és úgy tűnnek el, erről hiteles beszámolók vannak, azok a fénycsóvák, amelyek az ember rávilágítva, ő feltöltődést okoznak, a takarót maga elé kapva, a takaró széthoztik a kezében. Olyan fényhatások, energiák, amitől napokon keresztül világít a talaj, a homok, a kukorica, a góréba, amelyre ezek az energiák, fények megjelentek. Azok a fényjelenségek, fénygömbök, amik a szobában megjelennek, amik keresztül mennek a falon, az üvegen olyan módon, hogy nem hagynak égésnyomot, sőt, semmilyen nyomot nem hagynak, és nem gömbvillám. Ezek a fénygömbök, amelyek tulajdonképpen energia, minden energia kommunikálnak az emberekben. Ezekben a fénygömbökből sokszor artikuláltan, de sokszor értelmes beszédhangokat lehet hallani. Ezek a fénygömbök, amelyek blokkolást okozhatnak, amikor az ember teljesen kiszolgáltatottra válik, mindent hall, lát, de nem bír kiabálni a mellette fekvő élettársának például. És ez csak egy picin szelet a fényjelenségek kategóriája UFO jelenségek közül. De beszélhetnék a telepatikus kommunikációról, amikor az Európában, ugye a legdrágább az internet, a telefon Magyarországon. Milyen jó volna telepatikusan kommunikálni, gondoljuk, milyen legalábbis mennyi olcsó volna, és higgyék el, hogy mi ezt tudjuk. Mert rengeteg szemtanú számol be arról, hogy hallja a hangot belülről, és amire gondol, hamarabb reagál rá az a nagyszemű, mint hogy esetleg próbál szóban elmondani.
érdekes jelenség. Tehát magyarul veszi, adja a veszi a kommunikációt, de mi egymás közterre nem vagyunk képesek. Pedig milyen jó volna? Vagy valóban jó volna? Most képzeljék el a fejlettség mai szintjén, hogyha én tudom azt, hogy ön meg ön mire gondol. Vagy én nézek egy csinos hölgyet, és közben maguknak beszélek, mire gondolok, mekkora botrány volna a hölgy is tudná. Szóval nem vagyok a fejlettség olyan szintjén igazából, hogy telepatikusan mi tudjunk kommunikálni. Egy fantasztikus dolog. Ez tulajdonképpen két agy közti energia kommunikáció. Energia. Mint hogy minden energia. Na, visszatérve a pompai sztorira, van egy bevezető, általában egy fóliáról szól, egy fóliasátorról, aminek az a lényeg, hogy bevizsgáltuk, és ott látható csíkok vastagsága sokkal vékonyabb, mint ollóval vágunk. Teljesen értetlenül állnak a történtek előtt. A jelenleg használaton kívül lévő fóliás teljesen észrevétlenül hullott darabjaira egy hűvös, száraz, szélmentes januári délelőttől. Külső beavatkozásnak semmi nyoma. A család a kutyák fólia felé történő kitartó ugatásán kívül más nem észlel. Sátor bal oldalán mintegy 20-60 centis széles csíkok hevertek a földön. A jobb oldalon a csíkok átlagos szélessége nem haladta meg a 20 centimétert. A sátor első és hátsó végfala sértetlen maradt. A fólia tüzetesebb vizsgálata után kiderült, hogy a hasadások a fóliasátor tetejéről egy pontból sugár irányba indultak szét. A szélrózsa minden irányával széthasadt, több mint 100 szelet szabályossága már eleve kizárja, hogy emberi beavatkozás eredményéről lenne szó. A hasítási vonalak vége mielőtt földet ért volna, több esetben újabb 8-10 részbe válva tovább szabdalta a fóliát. A fővonalakból kiindulva olyan leágazások is jól kivehetők, melyek nem értek földet. A fólia természetes előregedéséből fakadó szétválása szabálytalan foltokban történik, vagy a vascsövek mentén szétszakad. Itt a vascsövek vonalával egyetlen sérülés sem keletkezett, és előregedett, széttövedezett fóliának nyoma sincs. A hasítások során létrejött fólia szélének mikroszkopikus összehasonlító vizsgálatánál kiderült, hogy a késsel vagy ollóval vágott fólia szélének roncsolt területe kétszer-háromszor vastagabb, mint az ismeretlen módon széthasadt fólia esetében. A rejtély még megoldásra vár. Eredetileg ez a tompai tanyavilágban zajlott le, és mint kiderült, több minden más is történt. Amiért kimentünk, az a fólia. Szétrobbant a fólia, ez van, az van, az van, ráadásul ez mind világos nappal történt. És mint ahogy majd ki fog derülni, a kutyák jelezték, hogy valami zaj van hát, és arra figyeltek fel. Aztán, amikor beszélgettünk a hölgyel, hogy hát azért történt más is. Még történt más is, és még egy szenzációsan érdekes UFO-s sztori alakult ki benne, és mindig azt mondom, hogy úristen, egyszer is valami felvehetnék én is, ami UFO, ami arra utal, ami más, amit nem tudunk megmagyarázni. Például ebben a történet sorozatban van egy olyan része, amikor elmondják, hogy
az esemény után 5 napon keresztül, 4 napon keresztül a homok a föld világított este. Ilyet kamera végre kapni, de azt mondja, az egész út a disznóig meg vissza, egyszerűen világított. És nem merték a szomszédoknak se elmondani, hogy ne a hülyének nézzék őket. Na most hát szóval az ember ilyenkor hülyére kaparja magát, mert ezt kamerára fölvenni, hát szóval végre ott a bizonyíték, mondja meg valaki, doktor, hogy akkor enkor ez most mi? Fólia az egy dolog, az ott van mellette, még a kukorica világít a góréba. Szóval egyszerűen döbbenetes. Az még egy másik kérdés, amit kiderül majd, hogy a disznó ott az óva elvetélt, 2 hétig nem evett, szóval aki ismer a témát, az UFO-esek vannak kísérőjelenségei, mind bejönnek itt is. Na nézzük az elejétől végig, vesézzük ki, milyen energiák lehetnek, és akkor az első részben maga a fólia történetét nézzük meg, hogyan találták meg. Igen, és akkor itt beszélgettünk, körülbelül a 4:49 között volt, mikor nagyon jobb a hatutjára. Hát most kinéztem, hogy nem valaki jön ezt az óvatnak, de láttam, hogy erre hátraugattak. Akkor ráhúzkoltam, elhallgattam, beléztem, tökkor csak megint, de nagyon jobbatnak. Akkor megint kiszóltam, ez így dugattak, és elhallgattak. Hát én nem jöttem vissza semmit, hanem a 5-12 korunk körül mentem ki. Mert nem látott akkor, hogy a fólia el van vágva, mert akkor teljesen elfújt. És akkor azok még mind rágoltak, csak úgy rágott hajóval vasra. Hanem ahogy kimondott, azt látom, hogy ezeket látszik a vacső. Hát én ezen megdöbbentem, hát nézem, akkor látom, hogy itt mi történik. Végeztek-e most? Fűtöttek-e? Nem, most nem, semmit nem. Csak semmilyen fűtés nem volt, és akkor... Csak annyi, hogy a zöldség még a tél beállítáról meg lett csinálva, és akkor kezdem egy alkalommal bele részben, nem emek ki a locsolni, egy kicsit, hogy majd kiszáradjon a föld. De az ideális milyen volt? Az ideális száraz, hideg idő volt, más nem. Égetve nem voltak egyébként? Semmilyen nem volt. Kikötve nekünk egy kutyánk. A ugratók visszám ki neki vizet. Igen. Ez lehetett olyan 3/4-8 tájba, de a szomszédék kisfiúk odakozották az óvodába vinni, hogy így tudom, hogy annyira. Igen. Majd így fél órát idéztem be, mikor, akkor nem láttam, hogy mikor kint voltam. És mikor másodszor jöttem ki egy fél óra múlva, akkor megdöbbentem, láttam, hogy szét van szabadozva fólia. Én valami hangot hallottam. Igen. Milyen hangokat hallott? Hát ilyen normális, mintha szomszédék beszéltek volna, de én senkit nem láttam. Úgyhogy ezt nem mondhatom, hogy ilyen olyan duruzsolás valami volt. Látott-e már valaha ilyet így szétszakadni fóliát? Nem. Önnek is van fóliája? Igen. És hogy szokott a fólia szétszakadni? Hát az, mikor már tönkre megy, akkor úgy ilyen darabok kiesnek belőle, úgy szétmálik. Itt meg síkolva szakadt az egész? Igen. Önnek mi a véleménye? Mi lehetett? Hát én nem tudom. Én őszintén mondva nem tudok semmire sem gondolni. Én nekem távol állok mindenféle akármitől, de az, hogy ember nem szolgat a szét, az biztos. Ezért mentünk ki, ezért a fóliáért. Hát én úgy gondolom, ez önmagában is megérteni, és éppen a mai napig nem tudtuk megfejteni, és azt az ollóba való vágás mintát, azt egy jó mennyiségű, ahol a piros nyelő, az a Fiskars ollo, biztos, avval vágtuk, és amit láttak az első képben, többszörös annak a jó mennyiségű ollónak a vágás felülete, ava a vágással, ami önmagából több száz méterre összeadnánk kellett, a pillanat alatt, és egy ponton kiindulva. Ha esetleg valakinek van fóliá és ötlete, hogy mi lehetett ennek az oka,
nagyon szívesen konzultáltunk. Na de most, mint általában UFO-kutató, a körülmények sokszor sokkal fontosabbak, mint maga az esemény, illetve a hitelesség megítélése szempontjából. Akkor derült ki, hogy, mint mondta a hölgy, hogy van még más is. Akkor derült ki az, hogy a disznó ott van közvetlenül mellette, és a disznó pár nap múlva elvetélt. Azóta 2-3 héttel ott jártunk, azóta szinte gyakorlatilag nem eszik, már éjhalás szélén van a disznó, illetve akkor mondta el, hogy a homok, azt mondja, rúdosott lábból fölvettük, azt mondja, szólt, és világított 4-5 napon keresztül a homok. Tehát ott valami olyan energiahatás, olyan feltöltődés, hogy igazából fogalmam sincs, hogy mi, de szerintem biztos, hogy általunk nem ismert energia működött, amit meg kéne fejteni. Na nézzük tovább. Még mindig a fél, csak iszik. És egyáltalán vigyel, még 3-7-en már lassan? Hát lassan 4-7-en a félkor. És nem látszik rajta, hogy ennek van gyengül? Már most látszik. És közben utána elismeri a tenisznó? Igen. Na, hány valatot vetél? 14-et. Na, akkor most mit mondod, mi a baj? Hát elsőbb azt mondta, hogy a májának van baja, de hát az a helyzet, hogy olyan narancsárga folyadék folyik tőle. És erre mit mondod? Hát ő elsőbb azt mondta Mája, most meg már nem mond semmit, mert ő se tudja, azt mondta még ilyet különben nem állott. Amikor kijöttünk így este, egészen a pajtázó végig ilyen szélesen, egészen beint, tiszta olyan fényes volt, hogy világítottak. Mármint a föld? A föld, igen, még ahogy így megröpdöstök a földet, egész vastagon. Mert még a karébba kukorítás világítottak. Te látottak volna valamit, hogy maga a föld? Hát igen, mintha vagy benne is volt a földben, mert ahogy rúgtassuk a földet, úgy szintű világítottam, majdnem az összes homok. És igen, nem szólva, akkor is nyilván megisztem. Hát ha belegondolok abban, hogy igazából van-e értelme ilyen történetet kitalálni. Ez a fólia mellett van, ez a disznólovat csösvénye, illetán ez egy észbontó. Én sem találtam az elmúlt 10 évvel hasonlót. De az, hogy a kettő még egymás mellett is legyen, az, hogy 5 napig világítson a homok, hát ez mellett már nem lehet elmi szó nélkül. És akkor mondja a hölgy, hogy hát de azért van még más is. Hát mi van? Mesél. Elmondja azt, hogy találkozott, kivételben én magam hozzá, a régi ismerősünkkel, mert aki már a témában jártas, az hallott arról, hogy sok esetben ilyen fénykupak vágódnak rá emberekre, rendőrautókra, állatokra, ami különböző blokkot állapotot okoz, vagy bármi történhet, időkiesés. És elmondja a hölgy, hogy egyszer jött le a tiszta szobából hétvégén a süteményen hát a kiskonyhába, és azt mondja, ez
akkor volt egy hatalmas, hogy fénykorú virág rájuk. Hoppá, mondom, ez már egyértelmű a világ. Nézzük meg ezt. Az elmúlt években rendőrségi anyagok is voltak ilyenek, akiknek ilyen fénykorú élményük volt. Szolgálatbevőjük, rendőrök, rendőrautóra, sok mindenre. A néztük a tévét, és mikor hát lövelett a filmet, jöttünk le. Én hamarabb lejöttem, hát ugye süteményt vittem föl, mert vasárnap este volt. Süteményt vittem föl, és akkor én előre jöttem ide le. Hoztam a így a kezembe a süteményt, a tányért. És ahogy ideülök az ajtó elő, a tévének még, hát nem tudom, hogy hát nem jött minden utána. Ideülök az ajtó elő, egy hatalmas világos fény volt, de egy annyira világos, hogy megfaszíts olyan fény, hogy láttam a süteményt, hát le voltam döbbenve, hogy mi történt. Mindig így mondják el, leírhatatlan, nappali világosan, abban a kis fénykúrban. Annyira nagyon fényes volt, Te jó Isten, én csak tekingélek, hát honnan jön ez a világosság? Hát mondom, ide nem tud semmi világítani, hogy tekingélek, meg láttam ott, hogy nagyon fényes, egy kerek. Hát itt a, ahogy van ez a tetőfánk, hát akkor ott vált a lelőre. És arról láttam, mint a nap, olyasmi vagy, akkor a feleségbe egy nagyon világos fényt láttam. Én rettenetesen megijedtem, akkor hát néztem, hogy én a férjem, jött a férjem, akkor már én utána eltűnt a fény, én nem is látott. Hát nem, mert nem ér le, akkor nem tudom, mi történik. Egy fénysugárnak, hogy általában volt világos van a körül. Itt ebben a sarokban, ide vetítettek fényt. Tehát a magát megrejött. Igen, ide ittem ezt a ide világított, mert nagyon világos volt. Mennyire telt el, mire a férje jött? Hát nem túl sok, 2 másodperc, vagy 3 esetleg, hát nem sok. Ide jöttem, és akkor az ide jöttem a gazdagon, az a fény éppen megjelent. Hát, mint mondtam, ez már régi ismerős az UFO témakörnek, és igazából komolyabb jelenségek kapcsán rendszeresen, mint mondtam, rendőrautókat sem kímélve megjelenik. Az nem azt jelenti, hogy elviszik az illetőt, nem tudni, mit találnak ebben az esetben. De valamilyen kommunikáció az ő részükről, kutatás mindenképpen folyik, mert a rendőrsztor esetében egy fiatalembert keresett, a rendőrség helyszínen volt, eljött, és a fiatalember még elbújt, és a rendőrautót követte, és a rendőrség épületőt vágódott bele pár másodperccel az üresen utóba az a fénykup, amit a szolgálatban lévő rendőr az ajtóban nézett végig, és közben folytol a víz. Na, visszatérve ezekre az energiákra, illetve a tompai tanyavilágra, és akkor hát már több órája beszélgettünk, és akkor nagy nehezen a hölgy látszik, hogy félve szinte, mert általában azt tapasztaljuk, hogy mikor UFO-król van szó, még csak-csak, de mikor már arról kell beszélni, hogy nekem a hálószobámban, a biztos kis váramban esetleg megjelenik az a nagyszemű, akkor már tényleg komplet hülyének néznek az embert. Szóval látszik rajta, hogy még nekem is, aki ebben foglalkozom, nem is nagyon meri elmondani, de csak kifogadtuk, és ha önök tudják, biztos tudják. Mik azok a tipikus jelenségek, amit már mindenki ismer idézőjelben a konferenciáján, hogy olyan furcsa, artikulálatlan hangokat lehet hallani, ami próbál mindenki a saját szavával, vagy mondjogó, vagy bugyborékoló, vagy kutykorékoló, vagy éppen azt, hogy ezt lehetetlen kimondani, típusú hangot lehet hallani, amikor fényjelenség jelenik meg a feje fölött vagy a plafonon, amikor próbál segítséget hívni, például itt zörög a falon a férjének a kínval a konyhában, és már lehajlott a keze, elerőtlenül a keze, és nem bír még jelezni se. És ezt ő úgy mondja el,
de teljes mértékben átélt. Szóval olyan pici apró momentumok, hogy látszik, hogy újra felidézi az eseményeket, nem pedig történetet mesélve, amit betanul. Látszik azt, hogy ő ezt átélte. Itt el kell mondanom, mitől hiteles a történet. Ugye általában, ha ilyen dolog van, eleve háromszor veszük föl. Többek ezt a harmadik variációban úgy, hogy ő elmódogat, minden rendőrségen helyszínen, és elmódogatja, hogy volt, mit volt, milyen magas volt. Az apró momentumok teszik borzasztó hitelessé. Amikor például azt mondja majd, azt hiszem, a riport részletben benne is van, hogy nem azt mondja, hogy 120 cm magas volt, nagy kék szeme volt és ott állt el, nem. Azt mondja, hogy oldalt feküdtem, hiszen pont egy magasságban volt velem a szeme. Tehát ő, ahogy átéli és visszaemlékezik, azt mondja, nem az, hogy 120 cm magas volt, nem betanulta. Nagyon fontos dolog. Na nézzük a találkozást. A fólia ismeretlen szétrobbanása a csíkokra, a telepatikus kommunikáció, az ő saját hangjuk, az, hogy blokkolt állapotba került, az, hogy a szobámban is megjelentek a fénykörök a plafon magasságában, ez mind-mind visszavezethető energiára. Amik így működnek, hát igazán jó volna, ha valaki meg tudná fejteni. Ha csak a legrövidebbet mondom, hogy olyan fénysugarat tudna elállítani, amelyek mondjuk itt a plafonon keresztül bejönne, és itt elhajlana és erre távozna. Ez a dolog működik. Mi még nem tudjuk, de működik. Tehát igazából
Ezek az alapjelenségek, amire érdemes odafigyelni, mert úgy gondolom, hogy ha csak a gyógyítást tudnánk ebből kihozni valahogy földi, emberi szinten, óriásit léphetnénk előre. És hogy miért mondom ezt? Van egy nagyon régi anyagom, aminek az a lényege, hogy egy szegedi gépészmérnök felhívott telefonon és mondta, hogy Sós úr, látva az ön munkásságát és a lelkesedését, szeretne elmesélni valamit, lehet, hogy én hülyének fogom nézni, de szeretné elmondani, hogy mi történt vele. Jó, hát elmentük hozzá, hároman, hát úgy eltelt 2-3 óra hossza, hogy egyszerűen nem tudtunk szóhoz jutni. Olyan megdöbbentő, hiteles és logikus esemény és cselekmény sort kaptunk ettől a fiatalembertől, hogy a mai napig az alapkövét képezi az UFO kutatásra, illetve olyan sok számunkra rejtélyes jelenségre, rejtélyes hiányzó láncszemekre ad választ, amire nagyon vágytam már én is. Mert igazából egy újabb fénygömbére elmenni 300 km-t igazából nem segít rajtam már, de ez a jelenség, ez a személy eszméletlen sokat segített. Annak, aki most csöppenne bele először ebbe a témakörbe, el tudom képzelni, rendkívül misztikus és nehezen hihető. De itt most az energiára helyezzük a hangsúlyt is, ne az UFO-kra. Az más kérdés, hogy kettő eszméletlen összefügg, mert szeretném majd több minél fel annyit tudni az energiákról, mint ő. A dolog lényege, hogy a gépészmérnök pár nappal a jelenség előtt furcsa, sípoló hangot hall a fülében. Mindig azon időpontban, el is mondja, hogy miért, rendkívül fontos, egyszerű dolgok. Mikor kapcsolja a tévé szünetre, mert reklám van, 8 alakú, stb. Aztán utána pár nap múlva gond van. Valami nagyon furcsa, hideg, égő, fájdalmas érzése tér magához. Amit szinte leírhatatlan. Ennek rendkívül fontos szerepe van a hideg égő érzésnek. Rengeteg gyermek 5 éves korában számolva szülő, hogy felment a láza, másnapra eltűnt. A gyereket szó szerint felfűtik azért, hogy ez a hideg égő érzés ne tegye benne kárt. Pontosan, mint hogyha 40 fokos láza kidobva, hogy a gyereket egy percig nem esik be, sőt használ neki. Tehát egy olyan manipuláció történik, amelynek a hideg égő érzés, ez a bizonyos hőfokra lejutott energia, és az akkor történt manipulációra gyakorlatilag nincsen nyoma. Ez döbbenetes és nagyon nehéz első hallásra. Az is kiderül, hogy ebben az energiával, meg a lejutéssel a molekulák forgási irányát tudják megváltoztatni, ezáltal egy laza anyaghalmazt hoznak létre, mint például a víz, amiben bele tudok nyúlni és kiveszem a kezem, és nem marad a nyoma. Ez megint egy más szintű fizika, egy olyan rezgésszám, ami ez megoldható. Ezekből a riportokból, meg képtészből áll, tulajdonképpen ez derül ki, hogy egy ilyen szinten manipulálhatják az embert. Illetve az derül ki, amit tudom, hogy megint elsőre nagyon nehéz, nekem rengeteg alátámasztó riportom van, ami ezt igazolja, hogy az első találkozás az olyan szintű találkozás, amikor tényleg azt mondjuk, hogy kiválasztott valaki, sok esetben már 4-5 éves korban zajlik, akkor számolnak a szülők arról, hogy a gyerek hirtelen lázas lett, akkor a szülőknek volt élménye, és utána X időnként újra és újra megismétlődik. Már felnőtt korban ezek az emberek azért kiválasztottak, szó szerint felhasználják itt valamire. Élőjogot, sejtet visznek el újra és újra tőlük. De ne erre foglalkozunk, ez a kerettörténet, az energia részével. Nézzük, hogyan kezdődött. Be is adtam? Jó, csak akkor nem. Bocsáss meg. Megmondtam őszintén, hogy miután hallgattam a riportot, utána tényleg úgy leesett, hogy miért van az, hogy a szülők ne számolnak 5 éves korban arról, hogy miért van az, hogy csukjás alakokról számolnak, hogy ez nem színpadi kellék, miért kell a csukjás alak, mikor mögőle jön az energia is, az emberre hat, aki manipulál, arra még nem van. Ez miért érdekes összefüggő dolog. Ha esetleg valaki régebben látta azt a rendzést, kérek a régebbi filmemből való, de az energiát figyeljük benne. Búcsa, kérdé, az a figyelgés, igen, ez körülbelül van, január 10-e körül műkeripára járunk dolgozni, téli időszak, nem messzire kell mennem, de ezért nem járok autóba. Meg mennyi mozgás kell is, hogy az emberek állítanak, de utána műszírozik egy 5 percet, és elkezdett égni a fejem, érdekes módon csak ez a bal oldala. Tehát így a szemem aljáig. És
feleségemnek épp mondom is, hogy te mondom, valami nagyon furcsa dolog, fájdott, de nem fájdott, hanem olyan hidegen égett, akkor még nem tudtam ezt a hideg érzést, hogy mi lehet. És akkor Sandor kölcsön kértünk egy ilyen usánkát, amivel le lehet kötni, tehát füle van itt az orosz típusú sarkán. És az nem oldotta meg ezt a problémát, ugyanúgy égett, mint a fejemen sem lett volna. És akkor ez a végés, ez abban maradt egy olyan egyhetes időszak után. És arra figyeltem fel, hogy az esténként úgy általában olvasom újságot, és a tévéről azt meg szoktam nézni, mert a politika érdekel. És a vége van a híradónak, hogy mindig egy sor reklám jön, és akkor mindig csendre szoktuk tenni a tévét, mert idegesítenek a reklámok, főleg a divúzítenek. És akkor, pontban 8 órakor mindig megjelent egy rettenetesen kellemes kis búgó hang, ami ilyen hullámzó búgó hang, és ezt kétszer-háromszor is működött egymás után. Nem tudom semmihez sem hasonlítani ezt a búgó hangot, ilyen búgó hangot nem hallottam még. Tehát 8 óra van, határól már egy csönd van, és ön a fejében a fejemben. Tehát pontosan, minthogyha a visszhangzott volna ez az egész. Tehát a fejembe és egy rendkívül kellemes kis búgó hangot. Az első, hogy fölkaptam a fejem, amikor először hallottam ezt a kis búgó hangot, és a nénnek mondom, hogy te hallod, és akkor mondja, hogy mit. Mondom neki ezt a búgó hangot, és először megint ismétlődik. A búgások között egy olyan 4-5 másodperces időköz volt, tehát de folyamatosan, és akkor a harmadik után mindig abban már. Utána mi történt? És utána aznap este nem hallottam ezt a kis búgó hangot, amikor történt velem ez a dolog, tehát a 23-ról 24-ére viradó éjszaka, illetve hát a feleségem elmondása szerint 11 és 12 óra között történhetett ez a dolog. Akkor nem hallottam, hogy lefeküdtünk, én talán korábban van 4:40-kor, feleségem még olvasott, lesz már csak ő mondja el, és onnantól fogva már csak azt tudom, hogy amikor a tudatomra ébredtem, és ez akkor történt, amikor a derek, amíg eljutott ezzel a beavatkozással, ez a kis lény, aki nem lehet magasabb véleményem szerint 120 centinél, 130-nál egy arc nélküli, az arcát nem láttam, egy fekete, nagyon vékony, mintha műanyag lenne, de nem attól merevebb csukján volt, ami a nyakánál össze volt tűzve, kicsit bő volt, az ujja is bőve, mind a keze, és ezt, amikor a tudatomnak egy ilyen perifériális részére sikerült visszatornáznom magam a fájdalom révén, mert örületes fájdalom volt, amikor a derek amíg eljutott ezzel a beavatkozással, és az, ami biztos, hogy innentől emlékszem dolgokra, hogy hozzám ért. És ettől rettenetesen visszajöttem, ugyanis gusztustalan az egész keze. 4 ujja van, rendkívül hosszú, tehát kis emberkéhez képest, aránytalan hosszúak az ujjai. Az ujjai végén ilyen kampós kis karom van, és ez alatt a karom alatt, tehát ez az új fej, vagy nem tudom minek hívják, ez egy ilyen kis vizenyős kis dodorba végződik nála, és azt láttam, hogy meglegyőztette. Tehát úgy nézett ki az egész alsó két végtagom, hogy a bőrömben, mintha a víz lotyogott volna. Nála megakadt, és innentől kezdve tudok mindent, hogy megpróbálta két újból energiát, mondta, hogy igen, mehet, és nem ment. Tehát belemettem, akkor volt még kétszer ez az őrült fájdalmam, amikor ordítottam, és akkor elszólt szintén kintről ez a másik lény, hogy hagyja abba, mert így nincs engedély, hogy megcsináljuk. És akkor jött ez a 8 perces dolog, hogy figyelmeztette őt a kint lévő, hogy már 8 perc elmúlt, hogy már csak 2 perce van, és akkor mondta, hogy hagyja ezt az egészet, ne vigye a sejtet, meg úgysem fogja tudni elvinni, és mondta, hogy a tudatomat próbálja megtörölni, mert rövid az idő. És akkor kapott egy újabb energiát, és ezzel próbálta a tudatomat törölni, mikor is tudta, hogy nem sikerült. Tehát
Tehát ő tudta, és mondta, hogy emlékezni fog rá, el fogja mondani. És a másik, aki kint ült ebbe a fényrömbe, azt mondta, hogy nem baj, hagyjon, mert számunkra ez elképzelhetetlen, és ha ő is mesél, nem úgysem fogják elvinni. Nagyon gyorsan elmondanám, mert közben az időnk lejárt, hogy ha ne az UFO-ra figyeljünk, mert ez most fantasztikus. Nagyon tömény arra az energiára, amit sugároztak az úriemberre, ami a csuklyás alakra nem hatott, ami egy hideg, nagyon hideg érzéssel párosult, szó szerint lehűtötték a bőr felettét, és akkor közölték ezt az energiát. Ezáltal az úriember teste időlegesen, mint által 10 percen keresztül manipulálhatóvá vált. Ez összefoglalva három mondatban lényege. Ez a dolog működik. Hogy hogyan működik, milyen módon működik, ez most számunkra csoda. Lehet, hogy 10 év vagy 50 év vagy így fogok operálni. Egy érdekes része van még emberileg, és még kommunikációleg, ezt azért mindenképpen nézzük még búcsúzó, mert szerintem az utolsó mondatai nagyon szíves szorongatók és emberek. De nem meleg égés, hangsúlyozom, hogy hideg, rettenetesen hideg, olyan, mintha egy hűtőházba vittek volna. Tehát bődületesen. Csakod a fej? Akkor csak az agyon összpontosított, és ez sem sikerült neki. Megmozgatta a testét, utána újra kért energiát. Igen, akkor volt, megpróbálkozott még egy ilyen. Akkor jött ez a hideg érzés, meg ez a rettenetes fájdalom, kifordítottam. Kilátva egy oldalfekvőt. Nem tudtam megoldani, szóval a pozícióból nincs. És utána újra még egyszer megismétlődött? Igen, egyszer megismétlődött. És akkor több a két lény egymással beszélt. Igen, amit én is értettem. És akkor ebből volt pontosan? Ismételtem energiát. De akkor, amit hallgat szó szerint, hogy mi volt, hogy vagyunk neki? Kérek energiát. Én kérek energiát. És a másik mondta neked, nem fogja tudni megcsinálni. Így mondta szó szerint. Szó szerint. Milyenek voltak ezek a hangok az egyik és a másik? Az egyik ilyen nagyon rideg, aki csinálta ezt, egy nagyon rideg, kimondottan unszimpatikus volt a másiké, aki bent ült ebbe a bőnbe, annak nagyon kellemes hangja volt. Egy nagyon fontos részlet jön most. Önnek közölték, hogy egy sejtet visznek. Igen, ezt el is mondtuk. Tehát ők mondani, hogy mindent elmondtak. Miket mondtak még? Például elmondták, hogy ez a feladatunk. Ezt a sejtet termeljük. Az embernek? Az embernek. Ez a feladata, a sejt termelés. Ezt 4 és 5 éves korba hozzák el, ezt is elmondták. Azt is, hogy 40 év után viszik el. Ugye? Azt is, hogy ez befolyásolja az emberek élettartamát, tehát a korát. Igen. Mert ez valamiféle védettséget ad nekünk, hordjuk, és utána a környezeti hatások és az egyéni szerencse meg érzékenység alapján történik meg az elhalálozás az embereknél. Aztán mit mondták? Ezt mondták, sőt többet mondtak. Igen. Az egész folyamatot elmondják, mert az megmarad bennem, hogy a hidrogénnel csinálnak valamit. Igen. És ezzel a hideg energiával, meg a hidrogénnel a molekulák forgás irányát meg tudják változtatni. És egy nagyon érdekes dolog, hogy csak úgy azt tudom hasonlítani, mint amikor a pulóvert így lebontják, a kötött pulóvert. Igen. Így gondolta az emberi szervezet. Mert amikor én a tudatomra ébredtem, akkor ez volt az első, hogy azt mondtam, hogy te atya úgy, de valami rettenetesen döbbent módon, hogy ez valami olyan egyszerű pitlák dolog, hogy soha nem jövünk rá. Hogy soha nem jövünk rá. És ez a hidrogén meg a molekulák forgás irányú innentől van. Tehát előtte sokkal többet tudhattam. Az elmúlt 8 percben, mert csak ez az utolsó 2 perc lehetett, amire én emlékszem. Beszélgettünk arról is, hogy megtörtént a furcsa időszak, utána mit jártak a fejében? Hát teljesen romokba hevertem, meg kell, hogy mondjam. Szóval egy óriási csalódás volt, és hosszasan gondolkoztam is, hogy ez a szabad ezt bárkinek mondani. Először is ugye az ember, az értelmes lény, a világ mindenség. Csúcsa léptük mi, és rádöbbentem arra, hogy ez ilyen nulla. Tehát a mi tudományunk, meg a
ami fontosságú, mondom, mi szerepkörük, nulla. Szabdalázott a sérülés volt. És azt a kiszolgáltatottságot, ami helyzetben voltam, úgy szeretetlenes. Szeretetlenes, megmondom őszintén, egy 3-4 hónapig én nagyon szeretem az estéket, kimondottan rettegtem attól, hogy én nézzem, hogy bármikor nézhetnek, bármikor tudom, hogy olyan technikával rendelkeznek, hogy bármikor kileshetnek, megfigyelhetnek. És szóval egy kicsit furcsa témát választottam, hogy a hókör ürgai az már eleve egy ilyen majmerszerűt kijelentés önmagában is. Ezt jön, hogy ürgai, hát az ürgai csak a 20. században fedeztek az emberiséget, és az egész egy ilyen utaság. Hát kérem szépen a következő nagyon izgalmas dolog van. Az evolúció soha nem bizonyított. Hát soha nem tudta senki bebizonyítani, hogy az evolúció úgy volt igaz, ahogy azt a biológusok állítják. Az elektromosságról nem tudjuk, hogy micsoda. Ez a nagy kérdés. Ezeket nem tudja senki. Na, aztán tudok ilyen hucut kérdéseket föltenni, hogy a mágnesnek egy való tulajdonsága. Nekünk tanították még annak idején, hogy ha mágnest kalapálod, akkor elmegy a mágnesessége, a rászkódástól összerendeződnek ezek, összekeverednek ezek a kis domének, ugye azok a kis szigetecskék benne. Na jó. Akkor ha melegíted, akkor is elromlik a mágnes, fölforrósítod a mágnest, akkor elromlik. Igen, de van neki egy gonó tulajdonsága, amit aztán nem magyaráztak meg. Én nagyon figyeltem az iskolában, de nem magyarázták meg. Hogy a kőripont, az mi a túló. De van a mágnesnek egy olyan gonó tulajdonsága, a Weller-pápa így működik egyébként. Van a mágnesnek egy ilyen furcsa tulajdonsága, elér egy hőmérséklet, tehát akkor robbanásszerűen elveszti a mágnesességét. Nullát, vagy elmegy a mágnesességét. De amikor hűl, akkor visszajön. Na ezt tessék szeresen megmagyarázni, hogy mitől rendeződik vissza. Mert ugye, hogy szétmegy, azt értem. De hogy mitől lesz újra mágneses, mi mágnesezünk föl? Mitől rendeződik az oda olyan precízen vissza, hogy megint mágneses. Ha megint fölmelegítem, akár 10.000-szer csinálhatom vele át a Weller-párkában, ugye 20 másodpercenként kapcsolgat a Weller-párka, hát akkor nekem 20 másodpercenként, ugye percenként háromszor bekapcsol, egész nap megy a Weller-párka, hány ezerszer kapcsol ki be, és ez évek, 10 évig is elment a Weller-párka, még mindig kapcsolgat. Na most ez azt jelenti, hogy kérem szépen, nem értem. Az, hogy én nem értem, hogy az még egy dolog, elviseltük, de senki nem érti. A jelenséget használjuk, nagyon jól működik, csak éppen arról fogalmunk nincs, hogy mi a fene az. És egy csomó ilyen van. Gravitációról lépten nyomon beszélünk. Hát azt. De azt mondja, hogy gravitáció működik, kell, leesik a kő, ez a gravitáció, kész. Nem haver, mitől esik le, tűnik, az nem mágneses. Bármiből van, akkor is leesik, ha nehéz. Kész. Ólom, alumínium, vas, műanyag, mindegy, akármint, fadar, minden leesik, víz. Na de, tessék már nekem elmagyarázni, hogy mi ez, hogy gravitáció. Szóval nekem mondogattak, hogy a fizikusok, hogy a gravitonok is, akkor azok olyan kis pindulk a végtelen sebességgel ide-oda rohagál mondva. Tehát a végtelen sebesség a fizikában nem létezik. De az végtelen sebesség, mondom, nem, akkor bizonyítsd meg. Hát persze, tehát azt lehet mondani, hogy az egész fizikánk úgy, ahogy van, teoretikusan nulla alapokon áll. Olyan homokvár, hogy olyat a homokvárat a világ nem adott által, és ezért kell nekünk fölkötni a gatyánkat, ezeknek az alternatív kutatóknak, biztos, hogy anyázni fognak ránk, ezt mi tudjuk, föl vagyunk rá készülve, jót ne várjál, tehát ilyen kutatónak állsz, akkor jót ne várjál, csak anyázást, csúfolódást, gangsterkedést veled szemben, minden. Jót ne várjál. De érdek. Hát ez az érdekes, amiben izgalom. Hát olyat érdemes csinálni, amiben van valami izgalom. Hát azt megismételni, amit már ezerszer megcsináltak, hát az egy tanárnak talán jó, bemutató fizika, de hát a kutató az kutató. A kutató az mindig para. Nincs olyan kutató, aki nem para kutató. Tudjuk, abban a pillanatban már nem is kutató. Tudjuk, a para az azt jelenti, hogy szembe mellette, nincs benne. Ez jelenti, ugye?
a benzol gyűrűben a para állás az a két szénatom, két szembelévő szénatomon, a két csúcson lévő szembelévő szénatomon lévő állás. Ugye ortometa para állás van a benzolnál és a benzol gyűrűnél, tehát ugye a két szembelévő állás az, az a para állás. Tehát amikor szembeállok a tudomány, én nem ellene vagyok, szó sincs soha. Hát a Fulton is ellene volt, hogy a Stevenson, aki a gőzhajót meg a gőzmozdony megcsinálta, ellene volt, mert addig azt mondták, hogy olyat nem lehet csinálni. Vagyis, hogy tudománytalan volt a szó minden értelmében, hiszen az egész tudomány azt állított, hogy a levegőnél nehezebb tárgyak nem repülnek sohasem. Ezt az Angol Tudományos Akadémia elnöke állította, aztán a Francia Tudományos Akadémia is állított ilyet. Tehát olyan maraságokat beszéltek, hogy égnek át mindenkinek a haja 100 év múlva. Akkor nem, akkor ők voltak a nagy menők. Ez így működik. Tehát van egy konzervatív tudomány, ez jól megél, és van egy nem konzervatív, az sose él meg, az éjjel hal. De mégis az viszi előre a dolgokat, a forradalmak viszik előre a dolgokat. Tehát a század elején kijelentették, még a Schrödinger előtt kijelentették, hát minden fő van fedezve, a newtoni fizika kész, mindent értünk, lejtő, csigakerék, engerkerék, mindent értünk, tudunk, mit lehet itt még felfedezni. Akkor jött egy ilyen hülye, mint egy ilyen Einstein, és Schrödinger, ilyenek, és leírtak olyan dolgokat, amivel az egészet átozzék fölborították, amikor kezdődött az egész előről. Most megint itt tartunk. Most már megint azt mondogatják a fizikusok, már nem lehet semmit felfedezni, na akkor most lesznek nagy találmányok. Most jön a balhé. Jön a balhé, és az most már látszik. És a legnagyobb balhé az internet. Tudni, az internettel nagyon ráfáztak. Azt hitték, hogy ezzel majd mindenkit ellenőriznek. Hát persze elolvassák az e-mailjeimet, meg mert úgy elolvassák, nem nyugodj bele, mint a hozzá. Hát ők adják ki a titkosítót is. Az is benne van, hogy hányas koddal van titkosítva. Nyugi bele. Na jó, hát azt a titkosítót nem tudja megfejteni egy könnyen, amit én csinálok. Hát kevesen csinálnak titkosítót, ugye? Meg nem is nagyon szoktam titkosítani, mert úgy is tudom, hogy az addig boncolják, még föl nem boncolják, amit ne fáradozz vele, odaérünk, hogy így kell kimondani. Szóval, mert a lényeg az, hogy a kutatásának én nem akarom eltitkolni, én át akarom adni. Oda mindenki. Nem az, hogy most mennyit fogok rajta keresni, az engem nem érdekel. És ha 60 éves leszek engem, az nem érdekel, hogy mennyit fogok keresni. Nem foglalkoztam. Nézzük akkor a magát az alaptémát, ugye? Földön kívüliek nincsenek, sosem voltak, aki ilyenről beszél, az mint hülye, és így tovább, ugye? Csak, hát ugye, bajok vannak, bajok. Az UFO magazin ugye mióta jelenik meg 15 éve? A pusztai tudja, de már 10 éve én írok benne, biztos. És akkor tessék csak egy picit megnézni, ez a Magnus Carta Marina című könyvből származik, 16. század. Tessék csak egy kicsit jobban megnézni azt az ábrát. Ott fölül balra az A jellel. Az ott mi? A tengeren a veszélyeket sorolja fel, hogy milyen veszélyek érhetik a hajókat. És hát tessék azért egy kicsit jobban megszemlélni. Hát nem tudom, ez egy hülye, aki ilyeneket rajzol? Vagy már a 16. században is ufóbuzik rohangáltak? Azt mondom, hogy kérem szépen, hát nem jó ez, na, nem jó, itt valami baj. Mint hogyha engem hűíteni akarnának, hát hiszen ha már ott van a 16. században is az ábrákon, az azt jelenti, hogy az emberiség nagyon régóta találkozik ezzel a jelenséggel. Nem a Roosevelt-i eset után kezdtek ufók rohangálni itt, hanem már a romaiak idejében is, meg még régebben is rohangáltak. És ez annyira igaz, hogy megvannak a magyarok, a hunok, feljegyzései, nagyon kellemetlen hír, mert megvannak két ilyen vastag kötetre való anyag. Talán olvasták a hölgyek urak néhányan az Alvis urát. De az Alvis ura érdemes elolvasni. Tehát tiszta szkifi, hát ha valakit az ufók érdekelnek, az muszáj elolvasni. Rákerestem a Kátes asszony kifejezésre, mert a Kátes asszony bolygójáról jöttek ide például, és hát részt vettek a sportversenyeinkbe. Rokolók, az itt ülőknek is, neked is. Rokonai. Vérrokonok. Hát jó, hát 6000 évre visszamenek, de vérrokonok. Az ősany, egyik ősanyánk, bizony a Hunor és Magor Ágon, az egyik ősanyánk Anahita, és Anahita
az bizony már nagyon sok ezer évvel ezelőtt élt a Földön, az egy Földön kívüli ősanyánk. Na most, hogy van ez az egész? Le van írva. Na most az a nagyon kellemetlen, hogy előkerültek ezek a régi szentírásaink, ami igazából nem vallási irat, hanem a magyarok története visszamenőleg. 6000 évre, de még 9000 éves utalások is vannak benne, hogy akkor ez történt, meg az történt. Hihetetlen. Hát az egész történész brigád azonnal az összes bőnyállát kiköpködte a dologra, hogy ez aztán a tudománytalanság, a csalás az egész. Kérem szépen, két ilyen vastag kötetet nem szoktak csalni. Úgy, hogy adatpontos az egész rendszer, vagy nagyon kis adathiba található benne, vagy kevés adathiba, a történelemmel nem mindig egyezik. De most már kezdjük megsejteni, mondjuk az Illingféle kutatásból, meg egyebekből, kezdjük megsejteni, hogy a történet össze-vissza hamisították, évszámokat, évszázadokat beletoldottak, össze-vissza kamuszták az egészen, és hát így talán pontosítani kellene, mert hogy megvannak nekünk az eredeti évszámainkkal a feljegyzéseink, és hát mit kezdtem csinálni? A kínai történelmet kezdtem kutatni, meg a japán történelmet, mert azt még nem módosították. Ott a hunok annyiban jöttek be, amennyiben, és itt tovább az ő időszámításuk szerint, és hogyha a kettőnek én megtalálom itt 4-5 találkozását, és az pontos, tehát a fogaskerekek egy helyen összeillenek, akkor az egészet meg lehet belőle szépen pontosítani, aztán el lehet küldeni a fenébe a csalókat. Ennyi. Na, ugyanígy van ez az UFO-kkal kapcsolatban, és ugye mert a 16. századi bizonyíték, ezt nem én rajzoltam. Ez a könyvben így van benne, 16. századi könyvben, és ugye itt van fönt rajta az UFO. Ez egy ilyen hajót a büdös életben nem csináltak a 16. századot, tessék megnézni. Ugye, aztán van még, mert hogy találtak például ilyen ábrákat, ez is nagyon érdekes, mert a Meru hegyről van szó. Egyébként érdemes elolvasni a Meru Foundation-t, aki internetezik. Meru.com, azt keresd meg. Az egy zsidó weblap, de piszok jó. Az idő szerkezetéről nagyon jókat írnak, mert ők az ősi szentkönyveiket most már kezdik igazán megfejteni. Nem kamu, hanem tényleg megfejtik. Nagyon jók vannak benne. Eltalálták, rendesen eltalálták a dolgokat, tehát onnan lehet tanulni. Hát persze az én weblapomról is lehet tanulni, van ott olyan 10 000 weblap, úgyhogy érdemes vele foglalkozni. Érdemes egy kicsit beleolvasni. Olyat keres, hogy Teremgura. Tehát a bármelyik keresőbe beütött, hogy Teremgura, meg vagyok találva. Úgy 200 lapot lenyom. 12 oldalon, 15 oldalon keresztül csak a Teremgurát adja. Szóval meg lehet találni, ha valaki meg akar. És a lényeg. Tessék jobban megnézni ezt az ábrát. Ugye azt mondja, hogy akkor fog az idő megszűnni, ez a monda, akkor fog megszűnni, amikor ez a Meru-hegy ketté törik, ketté szakad. De mi ez, ha jól megnézi az ember? Akkor itt ez az, most éppen ketté törik. De milyen volt, amikor még nem tört ketté? Hát olyan, mint egy homokóra, vagy ahhoz hasonló figura volt, de még valami nagyon érdekeset lehet találni, ha valaki figyelmes. Ezen a rajzon. Ez egy kolostornak a faláról lett lerajzolva, ez nem fénykép, ez rajz, lerajzolva egy kolostor faláról készített. Ugye? Na csak hogy ez is legalább jó pár száz éves, vagy még annál is jóval régebbi ez a rajzolat, lehet, hogy már 2000 éves is van, de itt mi van rajta? Hát ez nem egy zsiguli, de még csak nem is a Vénusz, ugye? Nem is a Vénusz, amit hirtelen káprázatomban látok, hanem valami más. Na, ha valaki UFO ábrázolást keres és figyelmes, akkor talál középkori festményeken, akkor talál mindenfelé, tehát itt valami bűzlik Dániában, itt valamit kellene, tehát kutatni kellene, utána kéne nézni. Mivel mehettek ezek az űrhajók? Például ez is egy nagyon érdekes, tudnélik, az ókorban nagyon pontos térképeket tudtak rajzolni, és az benne a borzasztó izgalmas, ugye, hogy úgy vannak beleírkálva, mint a mi térképenkkel, hogy mennyire
izgalmas ez, ez az ékírás, ez még önmagában is egy nagyon izgalmas írás dolog, a sumér, ez egy nagyon izgalmas dolog. Én nagyon sokat foglalkoztam vele, és arra jöttem rá, hogy úgy körülbelül 2000 sumér szót megértünk a 6000 ismertből. Én azt mondom, hogy még egy idegen nyelv nincs a Földön, akiből ennyit megértenénk, akkor mégiscsak lehet valami rokonság. És érdemes kutatni. Tehát visszamegyek az ókorba, olyan izgalmas dolgokat találok, ami a magyarságra is nagyon sok mindenben utal. Az egyiptomi nyelv is ilyen. Azért nem lehet az egyiptomi írásokat elolvasni, hát olvass el egy egyiptológusi szakdolgozatot, és akkor így csinálsz, hogy na ne, haver, ne, nehogy más legyen a megfejtés. Szóval ilyen más alangzó tolódásokat közölnek, ami nem biztos, hogy rossz, csak nem úgy külön most. Hát olyan, mint a magyarból kihagynád az összes magánhangzót és az összes más hangzót összeolvasnád, körülbelül olyan szövegeket közölne. A héberírás. Tessék? Vagy a héberírás. A héberírás. Vagy a magyarban is kihagytuk a magánhangzókat, ami értelemszerűen nem kellett oda, mert tudtuk, hogy oda e-betűt külírunk. A magyar az egy sok e-betűt használó nyelv, nem írtuk ki mindig, ettől egy kicsit gyorsult az írás, mert úgyis e-betűt kell oda mondani. Ahol nem írtuk ki, oda e-betűt külött. Minden betűnk volt, mert 44 jelünk volt. Sőt, az Agaba sámának az idejében, az már jó 6000 évvel ezelőtt volt, még amikor az írás reformot végrehajtotta a fősámán, hogy a törzsek egyféle írással írjanak, akkor már kihagyott egy csomó jelet az írás jeleink közül, na akkor maradt 40-nél több. Az minden hangzóra egy jel. Azt mondogatták, még tankönyvben is olvastam, hogy a rovásírással azzal soha semmit értelmes dolgot nem is lehetett leírni, az csak ilyen botok össze-vissza faragdálására volt jó. Hát erre tudod, erre szoktam azt röviden mondani, hogy avval kezdődik és nyáddal végződik, hogy persze, ha a saját népedet degradálod, vagy nem is vagy magyar. És itt nem valami magyarkodásról van szó, hanem a saját népünket próbáljak valakit lealázni, az már bolond. Mert az maga alatt vágja ki a fát, mert a holnap ő is ugyanolyan senki lesz, ha senkit csinál mindenkiből, akkor ő is a mindenki közé fog tartozni. Na, és nem lesz annyira megfizetve, mint amennyire hiszi. Tehát az írásrendszer mindennek a leírására alkalmas, és most nemrégen olvastam, valaki vette a fáradtságot, és azt hiszem, hogy talán nem is tudom kinek, mit írt meg, de 40 oldalt leírtam. Képes krónikát, vagy amit valakit leírt az egészet, az Anonymousnak valamit leírt, az egész anyagát leírta, rovásírás és olvasható. Tehát nem igaz, hogy azzal nem lehet írni, ugyanúgy lehet írni, sőt, ugye nem kell ilyen hülye ékezetes latin betűket használni és így tovább, hanem megvan neki a szabálya, ahogy írni kell. De itt is, ebben az írásban is megjelenik ez, és még egy csomó izgalmas dolog jelenik meg abban a korban, ami nem kerülhetett oda, utalnék a Piri Reisz-féle térképre. Ugye a Piri Reisz-féle térkép mikor volt? 1508-ban, 10-ben vagy mikor fejezték le a Piri Reisz, tehát az tudom én, elvesztett egy tengeri csatát. Na most akkor már öreg pali volt, vagy 80 éves, amikor a szultán lefejeztette, de volt neki egy térképe, ami a Topkapi Múzeumban megmaradt. Roppant kellemetlen, tudnék, mai pontosságú térkép. Akkor csak egy picit, csak úgy figyelni kéne a szkeptikusoknak. Csak egy nagyon picit kéne figyelni, mert azért nem ártana már neki is odafigyelni. Tehát a tényeket tisztelők talán azt is tisztelhetnék, hogy még nem voltak szélességi körök. Tudnék, nem tudták lemérni. Majd utána, amikor a rugós órát a hollandok föltalálták, és amikor már el tudták vinni az időt a tengeren keresztül így, mert az inga óra az így járt ugye a tengeren a fahajó, ugye az inga órának meg így összekuszálódott az ingája, az mindent csinál, csak nem járt. Ugye nem lehetett átvinni a pontos időt a másik oldalra, mondjuk Amerikába, az új világba. Nekik is fölkelt a nap, meg lenyugodott, de mégsem volt egy egységes idő. Abból lehet megtudni pontosan, hogy hol vagy a Földön.
hogy vitted magaddal az időt. Ha nincs idő hozzá, akkor nem tudod, hogy hol vagy pontosan. Na ez a lényeg, hogy ez a térkép olyan pontos, hogy a US Navy megcsinálta ennek a térképnek a pontos méréseit, és kiderül, hogy olyan pontos, mint a mai térképek, azt viszont csak úgy nem lehet, azt mesél, mert ilyen hasraütve nem lehet kitalálni. Rajta van az Amazonas felső folyása, amit még akkor régeségen nem fedeztek föl, de 1510-ben még az sehol nem voltak. Ugye 1492-ben, ugye tessék emlékezni, akkor fedezték fel Amerikát. Az nem azt jelenti, hogy addig az lakatlan volt, az csak a hülye európai magyarázza, ugye, hogy ő szarta a spanyol viaszkot, mert ugye Amerikába kikötött, és ettől kezdve fő volt fedezve Amerika fenét, hát az indiánok már rég ott laktak. Ezt mondogatják is, hogy hát gyerekek, nektek lehet, hogy jó üzlet volt, nekünk nem. Na most, ezek a bizonyítékok, ezek jelzik azt, hogy nem vagyunk figyelmesek. Nem vagyunk figyelmesek, elmegyünk a lényegi ordibáló, mert ez azért ordibáló dolgok mellett elmegyünk, amik próbálnának nekünk valamit súgni. Na most az Arvés uramban például benne van, hogy a Kaltes asszony bögőrről idejöttek, azok ide-oda cipelték az embereket. Na most egy űrhajó, ami 8-10 fényév, vagy még messzebb el tud menni hetek, hónapok alatt. Tehát nem ám úgy, hogy fénysebességgel szárul. Itt kezdődik a buli. Te miben gondolkodol? Rakétákba, esetleg egy ion hajtóműbe, mint amit itt láttunk. És nem tudsz elszakadni saját magadtól. Ugye, miben gondolkoznak a szkifik? Na miben? Fénytelefon, ugye? Lézerrel, csúlj, de ilyenkor szerint. Hát mondom, haver, ne hülyéskedjél már. Hát most miért hülyéskedsz te velem? Miért? Hát miért? Hát a fény is csak fénysebességgel megy, mint a rádióhullám. Most azért, mert lézerrel lövöldözök, hát az a marra korszerűnek hangzik, de akkor a maraság. Hát négy fényévre csak 4 év múlva ér oda az én lézerfényem, és mire megválaszolja, az megint 4 év, nem fog vele itt telefonálni. Figyeld, Józsikám, azt akarom neked, hogy nem fogsz vele itt telefonálni, mert 8 évenként jön meg a válasz. Lassan jár a posta. Még a fény, az csak fény, csak a fénysebessége megy. Piszok gyorsan megy, mert 18 millió kilométert vagy egy másodperc alatt. Vagy egy perc alatt hülyeséget mondok, pedig egy másodperc alatt 300 ezer, majdnem. De milyen 18 millió kilométert megy a fény egy perc alatt, hát az iszonyú sok. Ugye 7,5-szer körbe rohanná a Földet, ha körbe tudna menni. De nagyon sok. De a csillagok nagyon messze van. A napon kívül, a nap az csak 8 fénypercre van, tehát ha most én kikapcsolom meg a napot, akkor csak 8 perc múlva lenne egy sötét. Tehát olyan sokáig jön ide fele a fény. Hát akkor meg mi a fenének a rádiókommunikáció, mi a fenének a fénytelefon? Tehát ezért mondom, nem tud elszakadni a saját hülye rögeszméjétől. Tehát hogyha egy földön kívüli bármilyen kommunikációt is használ, az egészen bizonyosan nem rádióra, de nem is fénytelefon, hanem valami más. Tehát ki kellene lökni magad a hülye vakvágányodból, és máson kellene törni a fejünket. A természet súg, és a természet az súgja, hogyha ez beszél az otthoni bázisával, akkor itt valami nagyon másféle technikát használ, mert ez a mai technikánk, a rádióhullámok, ez egy nagy rakás, semmit nem ér. Azzal nem lehet kommunikálni ilyen csillagközi távolságokban, mint ahogy lehet látni, hogy ezekben a szkifikben, amik most is meg összekerek, meg ezekben a szkifikben, ugye, hogy beszél a földi központtal, és közben a csillagok meg így mennek el mellette, hogy zsú, 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 ezért szállt, tudod, ez így van, megcsinálva. Hát, meg elmegy az űr cirkáló mellette valami, csak a haladnát, elmenne mellette, mondom, persze a vákumba, hogy úgy sövít, mint a rossz sem. Hát a légüresztélben nincs hang. Hát a világűrnél csendesebb hely nincs. Hát ha eltalál valami, azt hallod, tehát ha
a vádogot valami golyó eltalálja például, azt hallod. De addig még jön, azt nem hallott, hogy sőnyit, azt nem hallott, csak azt, hogy bang, eltaláltam, azt hallod. De hogy jön, azt nem hallod. És a melletted első vitő az nem úgy megy, mint itt egy légbőkéses repül, hogy őrült zajjal elmegy a fejed fölött, hogy tessék már hülyeskedni. A rendező nem vesz észre. Nem, űrcsen van. Aki volt a világűrbe, tudja, hogy ott űrcsen van. Olyan piszkos űrcsen van, amilyen csendet te még magadban soha nem hallottál. És ha egyedül vagy egy űrhajón, akkor hidd el, hogy a szemed is hangosan csámcsol. Hidd el nekem, kipróbáltam. Hangosan csámcsol a szemed. Olyan csend van, hogy azt el nem tudod képzelni. Tehát piszlogsz és ilyen csámcsol. Annyira csend van. Szóval ezek az emberi elképzelések, ezek zagyvák, gyerekesek, rosszak. Biztos a földön kívüliek nem. Ilyen hajtóművek működnek, nincs rajta rakéta, propeller. Ezek 20. századi baromságok. Persze, hát azért, ha belegondol az ember, akkor azért a korszerűségtől mi azért annyira idegenek nem vagyunk, mert azért tudok én olyat mutatni, például egy erdélyi kódexben lépcsős rakéta. Tetszik látni? Mert a Ciakovszki fedezte föl, tudod? Hogy? De persze, persze, tessék csak figyelni. Erdélyi kódexben ott van, lehet, hogy tükörképesen raktam föl, de ennek akkora jelentősége nincs. Nem, most raktam föl, ha jó volt föltére. Csak ez 16. századi szint. Tehát az a lényeg, hogy egészen fantasztikus ötletek vannak a magyarban, sokat tudunk. Ez csak egy ilyen locska tűzjáték rakita, de lépcsős. Látszik, hogy ez egy kétlépcsős rakéta, hogy még magasabbra menjen. És mégis nekünk mindent le kell nyelni. Hát nem kell. Most csinálunk űrszondát, de az nem kell rakéta. Az erkélyemről akarom bocsájtani. Na, ez elég bosszantó lesz. Na, hát a térépeszek közvetíteni fogja, és a képet majd adásban, mert ugye megkerüljük a holdat kicsit ki, ezt csinálunk egy-két dolgot. Marsot, ilyen leszállunk, felszállunk, elhozzuk a holdszondát nekik, vagy a izét, a marsjárat elhozzuk, akkor úgyis kitéri őket a hétvétével, eldobják magukat. Szóval lehet ilyen humorokat csinálni, működik a hajtómű. Hát még nagyon sok pénz és fejlesztés kell hozzá, de már működik a hajtómű. Akár emberes hajót is tudnánk már csinálni. Olyan jó hajtó. 3 tonna felhajtóerő az már elég tekintélyes. 300 kilós hajtóműre? Nem rossz. Higgyétek el, hogy rossz. De az már talán, ugye, hogy 3 zsigulit már fölvinne a világbe. Na, hát ráakasztasz 3 zsigulit, az fölviszi a világbe. Ez már olyan. Na most, hogyha 2-3-at ilyet belevigyeztünk egy valamilyen kasztiba, akkor az már repül. Mert maga az űrhajó, ha nem úgy kell megcsinálni, hogy hőpajzs, meg iszonyú sok cipelni való vacak, hanem jobb technikát használunk, akkor ez egy kaszni, hát mi? Egy atmoszférát már kibíró kaszni, már ne vicceljetek, hát az ócska tűzoltó készülik a falon, az 20 atmoszféra próbanyomással van. Hát most nem hülyeskedek. Hát az egy bádog vacak. Hát akkor ha az a bádog vacak kibírja a 20 atmoszférát, akkor nehogy ne bírja ki egy rendesen megcsinált kaszni. Hát egy ilyen ócska izét tartályt már lehet alakítani, amit kivittek a méterepre valamilyen vegyészeti tartályt, vagy át lehet alakítani rajonunk. Hát csak elég nagy legyen, hogy ellakjunk benne. Szóval meg lehet csinálni, sugárvédelmet meg lehet csinálni, azok is csak ilyen különféle kis parafin réteg, most a gyertyával is le tudjuk festeni. Szóval ezek nem olyan borzasztóan, hát persze, hát komolyan, hát azt hiszed, hogy az valami más, egy kis tanyó papír, meg egy kis ezért, meg semmi, semmi. A rakéta az komoly technika, mert ugye sok-sok tonnát kell iszonyú nagy mechanikai igénybe vételek közben fölemelni. Na de mi nekünk nem kell, hát olyan lassan megyünk föl, ahogy akarunk, így-e. Na most akkor nem is járunk úgy, mint az amerikai repülőgép most, ugye, hogy beírt a légkörbe, azt annyi volt neki. Nem járunk úgy, mert így be lehet lebegni. Fog menni. Látni fogjátok. Tévében. Mindenki fogja látni, lehet velünk akkor örülni, úgy tiszta erőből. De hát, hogy ez nem olyan lesz, mint az amerikai fejlesztények, bosszatjuk egy kicsit.
kicsit őket, majd megalapítjuk a Magyarország bűrivatalt, hát miért lehet? 50 ezer forintért be lehet egy ilyet jelenteni, hát most az nulla. Bejelentjük. Bejelentjük és megalapítjuk, és azt nem mondhatja, hogy nem alakíthatom meg. Hát dehogy nem, hát pláne, hogyha űrhajót fejlesztek. És már ahogy megalapítjuk, két hét már esetleg már indítjuk is az első űrhajót, úgyis kiveri őket a víz. És a tévé közvetítés nézhetitek, tehát nem kamu lesz, hanem lehet nézni, hogy emelkedik, és a kameraképet lehet nézni, hogy a Holdról hogy közvetítünk, és mit tudom én. Sőt, azt is meg lehet csinálni, hogy a magyarok ingyen tekerhetik a kamerát jobbra-balra. De csak a magyarok. Tehát, hogyha nem magyar szolgáltatóról jelentkezik be, akkor nem tekerheti. Na, de hát meg lehet csinálni, hát azért joystickolhat egy kicsit ott, és mit tudom én. Szóval meg lehet csinálni, és tehát egy egészen más technikát akarunk csinálni, és a telekommunikáció is teljesen más lesz. Földön kívül tanultam egy-két dolgot. És hát azokat szeretném még itt megvalósítani. Csak tudod, az a baj, hogy a tranzisztoros rádiót még a konyhasztalon is nehéz csinálni. De integrált áram között meg végleg nehéz. Na most az a probléma, hogy nagy technikákat nem lehet ide lehozni, nem is hozzá való semmi. Semmi. Még föl se találták a Földön, akkor hogy én tudom, hogy az mi. Na de hát házilag azt nem lehet megcsinálni, hát amíg föl sem találták, nincs hozzá technológia, gyártás, nehogy már mikroprocesszort a konyhába fúrjál kettes fúróval, hát az nem fog menni. Szóval ennek is megvan az akadálya, ezért nem lehet bizonyos dolgokba haladni, ezért vissza kell lépni egy olyan technikára, amit éppen még meg tudunk valósítani, de ez se lesz kutya. Nem lesz kutya, és most három hajtónk kísérleti sikeres volt, úgyhogy nagy pofán van, mert azt tudom mondani, fog menni, van egy kisebb teljesítményű is, de az is jó. Tehát azzal is lehet már űrszondát csinálni, nem kell hozzá üzemanyag. Tehát az már önmagában izgalmas. Tehát én hosszú ideig nyomoztam az ókori űrhajók hajtási eljárása után. Na miért kellett Sumér? Na miért? Mert az ősapáid okosak voltak, a tied is. Meg a tied is. Tehát az nem valami idegen valami, de hogy is. Hát a Volga Káma könyökétől onnan már csak egy köpést tudod. Nekünk azt tanították, hogy onnan jöttünk a rossz sebet. Hát még Ordoszból se jöttünk, csak Ordoszban is éltünk. Tehát Kína mellett is éltünk. A Tibettől északra, Ordoszban is éltünk. Most is élnek ott siúlyok. Levelezek velük az interneten. Várjál, legalább 250 szót így megértesz, amit mond a siúlyok. Mi siúlyalik vagyunk. Ők meg siúgnuk. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy mi karahunok vagyunk, ők meg a déliek, mert a kara az északit jelenti. Mi északi hunok vagyunk, akik eljöttünk onnan, mert összevesztünk meg. Minden marhaság. Oda lényeg az, hogy eljöttünk nyugatra, és utána azért ez elég nagy birodalom volt, csak ezt nekünk megint csak nem nagyon tanítják, hogy mekkora birodalom volt, mert hát azért mégiscsak cikkő szaravertük nyugatot. Hát ezt ma nem tanítják, ugye, az csak Attila az valami nagy hadvezér volt, de azért nem tudunk róla szinte semmit. A neve még talán megvan, nagyon-nagyon húzós. Ezt már nem tudják letagadni, de már mindent próbáltak elsomákolni. De ugye, tessék egy picit figyelni, egy olyan hülye uralkodó nincsen, aki 50 kilométer, van mit tudom én, egy innen Kínáig érő birodalma, azért az nagy birodalom volt ám, de még Kínának is egy része hozzátartozott, mert pengette neki a védelmi pénzt. Attilának pengette a kelet-római és a nyugat-római császárság a védelmi pénzt, vagyis hogy vazalusa volt. Még Afrika északi része is vazalusa volt lényegében, ugye mert a római birodalom még ott Egyiptom, Észak-Afrika is volt. Konstantinápoly, tehát mai Isztambul és egész Törökország, mindenki pengette neki a védelmi pénzt, úgy féltek tőle, mint a tűztől, olyan nagy úr volt. És akkor képzeld el egy ilyen nagyon okos hadvezér, na hová teszi a fővárosát a birodalom szélétől, itt tovább 50 kilométer. Dunatisza közére, vagy az ugye, nagyjából Békés Csongrád, szóval valahol ott lehetett a központja. De, hát ilyen hülye uralkodó nincs, csak egy esetben. Hát, hogy nyugatra is tartott még a birodalmat, tudod, és akkor ez úgy nagyjából a közepében volt Európának. Mert ha lesz őszeg, csak úgy ajánlom a fiataloknak, hogy szórjál már bele között az Európa térképetben. És valahol Debrecen környékére tedd a tűt, Gibraltár ural. Mert tudjuk, az Európa az Uralig tart.
Én még úgy tanultam már. Lehet, hogy azóta már, valahol Ausztriánál véget ér Európa? Lehet. Azóta. De nekem még nem szóltak, hogy átírták Európa térképét. Csak azt mondták, hogy én már kelet-európai ízé vagyok. Mihez képest? Mert akkor nincs közepe. Van nyugat, meg kelet. Úgy még elhiszem. De úgy, hogy nincs közepe. Mert csak úgy lehet. Figyeljetek! Meg akarnak minket etetni, de állandóan meg akarnak, én meg nem. Azt mondom, olvassál, nézzál, itt van. Nem kell hamisítani, van bizonyíték, tehát az nem igaz, hogy erre nem tudunk bizonyítékot hozni, de hogy. Az anyagot, ami létezik, bármilyen anyagot, hullámterek vesznek körül. Ez a hullámtér, ez a gravitációs hullám. De itt ne a tömegvonzásra gondolja a gravitációval kapcsolatban, inkább anyaghullám. Én ezt lefényképeztem, tehát mi az? Nem igaz, hogy ezt nem lehet érzékelni. Aztán a fisztollal besatíroztam, hogy ott volt benne a gipszkristály, és egy ilyen hullámtér vette körül a gipszkristályt, vagyis hogy egy ugyanolyan, mint ő, csak nagyobb. És ott megint volt egy határa, láthatóan. Ugye itt volt a gipszkristály, és van neki itt egy ilyen érdekes, mert erre nincs határa. Itt van vonal, itt van vonal, itt van vonal, itt nincs vonal. Vagyis, hogy mintha abba az irányba hosszúkával is nőhetett volna még. Tehát nincs lezárva. Nem keletkezett itt ilyen fura határ. Ezek gravitációs hullámok. Az anyag a létezése okán kelt ilyen hullámokat. Ezek téridő hullámok, tehát nem rádió hullámok, nem elektromágneses hullámok. És ezek a hullámterek tulajdonképpen az anyagot összetartó hullámterek is. És az anyagot kormányzó hullámterek. És téged is ez tart össze. Ez az erő. Ez igazából borzasztó nagy erő is lehet. De az, amilyen a mi anyagunkban van fellép, az azért nem olyan borzasztó nagy erő, hiszen mit tudom én, egy jobb fogással itt benyúlok neked, és hátul ki. Keleti harcmodorban ezt meg lehet tenni, hogy hirtelen benyúlok, és kinyúlok a hátadon, és előre húzom a bordádat. Tehát ezt meg lehet csinálni, csak elköstelen. De egyébként az ember ugye egy eléggé hív közeg, így is mondhatjuk el. Szóval nem egy acélos. De még az acéllal is meg lehet csinálni, és minden anyaggal meg lehet csinálni. Tehát az anyag maga nem túl kemény dolog. A gyémánt a legkeményebb anyagok közé tartozik, de az pont egy puha szarszén. A gyémántban pont olyan szén van, mint a losszarban. És mégis az egyik baromi kemény, a másikat ugye falra lehet kelni. A grafit is puha, az is tiszta szénből van, csak az sík rácsukból áll, ameddig a gyémánt oktaéderes rácsukból áll. Meg tetraéderes rácsukból áll. Az oktaéder térrezonátor. Igen ám, csak azt is tudni kell, hogy a fény rezonancia sávja pont a 77 pikométer távolságba esik, és ez a 77 pikométer nagyon fontos, mert ennek csak az egész számú többszöröseivel lehet jól térenergiát nyerni. Tehát megvan az egyik kulcs, ahogy most elmondtam. Ez a gyémántnál 154 pikométer mért. Most beszélnek nekem állandóan anyag állandókról. Hát állandó az anyag, aztán végleg nincs. Tehát az, aki azt mondja nekem, hogy kristály állandó, hagyd mondjam ki, mert úgysem bírom visszatart, az egy hülye. Miért mondok ilyen pofátlan dolgokat? Hát megmondom. Tudjuk, a vasút is így meg hőtágul. Tudod? Abba is van kristály állandó. Csak akkor nem nyúlna meg a vasút is így, hogyha bármi állandó lenne. Ugye a hőtágulás már eleve ezt az egész elképzelést zavarossá teszi nekem az én számomra, hogy az atomok nem állandó távolságra vannak egymást. Az Attilának az előadása, az Indi Attilának az előadásában ugye beszélt, hogy elektromos töltés. De miért ritkulott ki a levegő? Hát, mert ami elektromosat töltött, egyforma töltés, az taszítja egymást. Mennyi jobban föl van töltve, annál jobban taszítja egymást, ezért ígul fel a levegő, mert úgy utálják egymást az oxigén molekulát, hogy löki el a másikat. Tehát, mert egy nemű töltés. Na ezért az elektromos töltés miatt fölhívul a levegő, és ezért van az a kürtő hatás, és itt van. Na tehát ahhoz, hogy az ember igazán nagyot tudjon előrelépni, nagyon máshová kell jutni. És megint az ókorra fogok hivatkozni,
A térenergia kutatással kapcsolatban ez egy megviselt, egy erősen, úgy mondom, nagyon erősen megviselt ábra, de ez már 10 éve senyvedett be a nejonzacskóba, és már 100-szor biztos ki volt rakva, de lehet, hogy többször. Na a lényeg, hogy egy ilyen lépcsőzetes ábra van itt, pulóver mintából tetszik ismerni hölgyet, ugye? Svéd kötésben. Ez a cicca, ugye? Norvég, nem? Minden. A pulóverekhez nem értek. De a lényeg, hogy én egy ilyen főlevű ábrával ábrázoltam, és hát megtaláltam az ókorban is. Egy ilyen kígyószerű lény, mert ez a kígyóhoz nem túl sok köze van. Tudnék, csíkos kígyót én még sose láttam, ilyen csíkost meg pláne nem. Gondolom a szerző se, aki rajzolta. De valami nagyon izgalmas dolog van rajta itt. Tehát itt van a kígyónak egy feje, a farka, de tessék megnézni, ilyen szép színuszos kígyó, de mi az izgalmas benne? Minden egyes vonalnak külön betűjele van, más-más betűjele van, és aztán ez a vonal ugyanazzal a betűjellel van itt folytatva, aztán itt és itt tovább. Tetszik tudni, hogy ez mi? Ez az idő titka. Ez a leges lesz, 3500 éves sávon. Honnan a Rossebből ismerte az idő szerkezetét? Az a kérdés. De nekem már volt mire építenem, na de ő honnan tudta? Lehetett az ókorban, valaki tudhatta az idő szerkezetét, bizony tudhatta, hiszen mindenki, aki itt ül, te, mindenki, velem együtt, mindenki földön kívül. Keresitek a földön kívülieket? Nézd hát, ott van annyi, mint a csak. Na most tudni, mind úgy jöttünk a Földre. Jöttünk már 1 millió éve, jöttünk 100 000 éve, jöttünk sokszor a Földre, tehát több bevándorlásba jöttünk, elpusztult a Föld katasztrofánkban, amikor kicsit erről megint beköltöztek egy csomó. A Föld egy elég labilis bolygó, ugye hát ha belegondolsz, te biztonságot, te széken ülsz, hova van rajta, lakásodban, biztonságban vagy. Tudod, hogy min ülsz te? Végig gondoltad? Mennyi a Föld kirek vastagsága? Mennyi a Föld átmérője? Végig gondoltad, hogy egy kis vékony dinnyehé, ez a Föld kirek vastagsága, belül meg izzó folyékony magma, az egész. Na most ennek a kis száradék van a tetején, kicsit kihűlt, arra építettünk házakat, és most marhára biztonságba érezzük. Na most abban a pillanatban itt csinál egy kicsit a Föld, abban a pillanatban a nagy Legyőzzük a természetet című dumák azok egy pillanat alatt omlanak a borba. Hát ugye láttad biztos most a japán földrengést, az ugye lehetett látni, hogy így szambázott az egész ház. Szóval, na most ők már földrengés biztos házakat építenek, de itt nem azok vannak. Tehát egy erősebb, egy ilyen hetes földrengés, tudod mi maradna Győrből? Téla. Az sok lenne utána. De csak téglal, nem maradna ezekből semmi. A betonházak egybe földöltek Kobéba. Hát egybe így, az nem dölt össze, az így eldölt. Ugye miért? Mert Kobét is homokra építették, hát Győr sem mással van építve, csak úgy súgok neked, van itt a... Ugye a folyó mellett mi a fenére építették volna? Hát itt ez egy földöltött folyóvölgy. Homokra van építve. Na most mi a veszély ennek? Csak játszottatok már, homokoztál? Szeretetek homokozni. De nem a buziságról tudok. Csapkodtad a tetejét? Emlékszel rá? Mi történt? Följött a víz. Na ez a nagy gáz, gyerekek. Tudni, amikor földrengés van, akkor így a talajvíz. Feljöttem itt a talajvíz. Szóval az összes talajvíz így följön, hirtelen ilyen hígfósósár lesz a felszínen, de ilyen teljesen hígsár. Az épületeknek ez a betonváza, mert nem nulla, amelyiket nem ilyen nagy cölöpökre építették, annak esélye nincs, hogy megálljon. Hát miért állna meg egy híg, több méter vastag híg sárba, miért állna meg egy ilyen ócska betonketrec? Hát fogja magát is, jaj, bum, és így eldől. A téglaházak beton. Sűrj el, mert az alap megrodjon, dől össze az egész egy pillanatban. Bizony, tehát egy komoly a földrengést itt nem állnak, se a házaink nem úgy vannak méretezve. Hát most már építenek ilyeneket, de
azért hidd el, hogy most te se olyan nagyon, mert Törökországban is kilopták a cementet a házakból, ugye? Mert hogy itt is biztos kilopták, majd akkor derül ki, mikor jön a baj. Tehát, hogy ne nyitottak ki belőle, majd az kiderült, hogy porlik szét a beton, mert olyan kilopták, ez a homokból építették. Tehát ne megállt, azt jól van, átadták, azt elszabadtak, azt kilopták belőle a cementet. Na most, ez az egésznek a lényege itt is, hogy földönkívüliek mindig voltak a Földön, és hát erre persze rengeteg bizonyíték van, ez itt nem pont ugye a rossz emlékű Pristinában, itt Jugoszláviában tőlünk délre, találták ezt a 4000 év, idő előtt 4000 év, vagyis egy 6000 éves terakotta fej. Azt mondja rá, hogy ez stilizált. Neked minek tűnik? Macskák. Jó fantáziával, igen, hát egy jó fantáziával bele lehet látni többféle dolgot, nekem egy földönkívüliek tűnik erősen. Ugye? Ez egy erősen, és méghozzá nagyon precízen van kidolgozva, ez nem egy összecsapott kamu, 6000 éves, tessék odafigyelni, nem egy összecsapott kamu, ez egy, nézd meg, mintázatra mindenre szépen megcsinált szobor. Hát nekik is volt művészetük. Ők is csináltak agyagból szobort. Ők is szerettek művészkedni. De hogy nem voltak, nincsenek földönk, ugye ez mit keres itt akkor? A 6000 éve is itt volt. De persze, hát mondom, hogy a feljegyzéseinkben megvan az mindenhol, nem csak a mi feljegyzéseinkben, minden nép feljegyzéseinkben megvan. Hát egy dolog még lehet hazudni, hát ameddig egyszer nagy tömegben meg nem jelennek, akkor aztán nem lehet találkozni. Akkor nem lehet. Ugye itt az írnok szobra, ugye ezt ismeritek, de nem ott minden tankönyvben. De mellette lévő írást akarom mutatni, milyen érdekes. Ez egy kiírt írás. Démotikus. De mi a lényege? Ez egy rettentő szépen kiírt írás. Ez, figyelj, ez nem egy ilyen macska kaparás. Hát ma a gimnazisták nem tudnak ilyen szépen írni. Hát a tanár vagy tudod, hogy szinte olvashatatlan macska kaparást írnak. És ez egy gyönyörűen kiforrott írás. Csak az a probléma, hogy megjelent, meg eltűnt. Úgy kb. 300 körül ez nyomtalanul eltűnt. Már nem használták soha, többet nem találtak leletet. Csak az a nagy baj, hogy ennek megvan gyönyörű szépen a rovásírásos analógiája, ez a nagy probléma, és el lehet olvasni magyarul rettentően. Jó írni, de kellene. De ugye akkor van múltunk, lehet, hogy mégsem ilyen kis letaposott, senki locitrondobáló ilyen gyerekek voltunk. Hát lehet, hogy többet. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk jól olvasni. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak nagyon jobb a fak is jurtáink. Ez nem ezt jelenti. De űrhajókkal jöttünk ide. Csak lezüllöttünk. De ahogy elveszted a technikának az alkatrészbázisát, mit ér egy ilyen autó, mint gondolsz 100 év múlva, amikor nincs hozzá pont alkatrész? Az orosz dobogjának nem jó, az semmire nem jó. Ha menni, nem fog, egy darabig rakosgatott 100-200 évig, aztán kész. Tehát úgy eltűnik, mint a fene. Talán találunk egy alkatrész, fogalmunk nincs, hogy mi ezt kinevezzük, hogy kultikus tárgy, ez ma divat. Kultikus tárgy. És akkor megfordítja, beletesz egy gyertyát, tudja, hogy kultikus tárgy, de ez egy duvatyú, kérem. Nem az egy kultikus tárgy, ez a luk az azért van rajtod, hátkukucskája rajta az a pap is. Meg fogják magyarázni neked, majd maraságokat mondanak, de meg fogják neked magyarázni. Mint ahogy nekem is meg akarták már magyarázni, hogy hogy működik a televízió. Hát tévészerelő voltam 12-től, hát jól voltam, és hasznosan akarták nekem magyarázni, hogy a kis törpék hogy dolgoznak. Nagyon jó. Hát kis törpék. Ezt csak megnézni. Baj van vele, nem tudtak számolni, akik csinálták, mert ennek a kis törpének csak 4 ujja van. Na most, nem jó. Mint hogy az István királyunknak, meg a Paláston 6 ujja van. Állati kellemetlen. Persze, nagyon kellemetlen. Az Adiné Endrének is hatúja, az is hatúja született. És mi lefogdosták, hogy ne vegyen neki hatúja, mert hogy néz az ki? Nyomorék, még te, hogy nyomorék, csak hatúja van, levágják. Levágják, mert persze a sámán úgy megjelent. És azt el kell tüntetni, mert ez az a földön kívüli rokon sem tudod. Aki megjelenik a vérünkből újra és újra. Hogy ez mennyire így van, a sobornő. És hatúja volt, amikor született.
Nekem nem. Nekem nem. És még egy valami, itt egy térkép van. Ez Nippur térképe, csak az a nagy baj, hogy teljesen olyan, mint amit ma csinálunk. Ugye? Csak hogy ez, csak az a baj, hogy ez sok ezer éves. Nem volt ilyen térképészet utána még 2000 év múlva sem. Hogy került oda ez a fajta térképészet? Tehát a tudás, mintha újra és újra elárulná magát a gyerekek. Hát itt valami van, és tényleg van, és újra és újra megjelenik. Én találtam egy mérési jegyzőt, a gravitációs hullámokról, ez a mi mérésünk, magyar mérés. Ott alul látszik, hogy ki mérte, OMH, Országos Mérési Hivatal mérte gravitációs hullámokat. A mi laboratóriumunk kérésére ellenőrző mérést végeztek. Ilyen nagy eltérés volt. Ez már azt hiszem, hogy mutatja, hogy nem fantáziálunk. Tehát a szaggatott vonal, meg a fekete vonal, ekkora eltérés volt, ahogy rátettem kívülről egy csőre, egy súlyt meg levettem. Kívülről. A fény ugyanazon az átcsövön ment. Kívülről ráhúztam, nem ért hozzá a csőr. Így megváltoztatta a mérést. Mit jelent? Hogy a lukon belül sűrűbb a tér. Az optikailag viselkedik. Bizony, optikailag viselkedik a tér. És ez azt jelenti, hogy valami nagyon nagy dolgot találtunk meg. Mert most már tudjuk, hogy az anyaghullámok optikailag viselkednek, akkor már bizonyos mértékig tudjuk mérni, de ez annyira tudjuk, hogy ezekben a kis prüccködben, amik ezen a görbén vannak, megjelenik, hogy ólom, vas, réz, minden megjelenik. Tehát úgy is lehet, hogy egy nem invazív mérési eljárás lehet vele csinálni, azért az jó. Tehát anélkül, hogy megsérteném az anyagot, oda teszem a mérőeszköz mellé, és megmondom, hogy ez milyen anyag. Jobb, mint a röntgen spektrométer, jobb. Ez egy teljesen passzív mérés, és mégis gyönyörűen meg lehet mondani, hogy milyen anyagot mérek. Ez már érdekes. Persze, mert az anyag környezetében lévő hullámtér jellemző magára az anyagra. Hát ebben ülnek bele ezek a hülye kristályatomok. Tetszik érteni, amit mondok? Tehát a kristály attól növekszik olyan és olyan kristály szerkezetté, hogy a hullámtér determinálja az atomok helyét, a következő, a következőt, a következő. Hát ezért vagy te olyan alakú, amilyen vagy. Mert az is determináló van. Tehát nem véletlen, az bele van írva a DNS-edben. Jó, hová? Hogyan? Hát ezt még sose mondták el nekem. Hogy a DNS az örökítő anyag, hát ezt milliószor hallottam, de mondd már el nekem, hogy hogyan rossz ebben mondja meg az az örökítő anyag, hogy te ilyen kinézésű figura legyél, a gondolataid is abban vannak? Mert azt mondják, hogy az ösztön. Mondom, igen, és abban a molekulában hogy van beleírva az, hogy én féljek a kígyótól? Az ösztön, hogy van beleírva. Mert soha nem tudták megmagyarázni. Tudjuk, nem is abban van benne. Az az érdekes. Van bennünk egy nagyon nagy Winchester. Te benned is, mindegyikünkben van. Úgy hívják, hogy lélek. Na de ez nem 20 gigás vagy 120 gigás Winchester, hanem sok-sok trilliárd gigás. Tudjuk, a következő ebben a kb. 1 mikron átmérőjű lélekbe belefér 5030-120 éves élet. Az összes detektált információ és gondolattal együtt, azért az jó nagy adatbázis. Annyi fér bele, tehát az, hogy a kis gyereknek meg fog telni a kis fejecskéje, az egy nagy marhaság. Tehát az, hogy te tanulsz, és akkor egyszer csak full megtelik, mint ez a, mint a régi kis levez, érted, hogy ráférsz 1.44 és aztán annyi, na hát ez nem. Ez kérlek szépen nem telik. Nem kell izgulni, hogy túltereled az agyacskával, nem kell izgulni, hogy egyszer csak már tele lesz. Nem kell. Persze, van egy információ felvő képességünk, ezt figyelembe kell venni. De attól nem kell félned, hogy aztán majd elsül az agyad. Na, hagyd mutassak egy mai. Elnézést, idő lesz, szeretem. Igen, azért mutatom, ez az utolsó kép. Hagyd mutassak egy mai fejlesztést. Ez már gravitációs hullámokkal megy ez az űrhajó. Ez már nem rakétákkal megy, ez jól látszik.
az orosz bizony, és ez 300-400 személyes űrhajókat fejlesztenek az oroszok, ott van, majd mutatom a képet, hát olyan, mint egy moziterem, vagy színházterem itt. Tessék megnézni, hány szék van ott benne. Tehát ezek olyan űrhajók már, ugye ezekkel a szárnyakkal biztos, hogy nem lehet vitorlázni, mert ez az arra alkalmatlan. Tehát az oroszok is fejlesztenek, az amerikaiak is fejlesztenek, és közben hűítenek minket a rakétákkal, hűítenek minket a Dunánkkal. Tehát az ókortól kezdve nekünk ez a tudás megvan, és én most egy csomó mindent felfedeztem, egy csomó mindent megértettem, és a gyakorlatban is meg fogom valósítani. Remélem, hogy rövidesen meg is fogom tudni mutatni ezeket, hölgyek uram. Köszönöm!